Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. A műsorban üdvözlöm Kovács Elvirát, jó napot kívánok! Jó napot, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat! És akkor sorolhatnám, hogy a VMS alelnökét, köztársasági parlamenti képviselőt, az Integrációs Bizottság elnök helyettesét, a női háló tagját, az Európa Tanács parlamenti közgyűlése szerbiai delegációjának tagját, a közgyűlés kisebbségi jogi albizottsága alelnökét, nem hiszem, hogy megegyezték a hallgatók ezt a sok felsorolást, feleséget, édesanyát, nem is tudom, hogy felsoroltam-e minden tisztséget. Hogy lehet, talán kezdjem ezzel, hogy lehet mindezeknek eleget tenni, mindenhol helytállni? Hát elsősorban egy nagy megtiszteltetés, tehát jó magam, idestova 10 éve vagyok parlamenti képviselő, az összes többi tisztség viszont megtiszteltetés is részben nyilván a munkám eredményeinek elismerése, de lehet jó munkabeosztással, jó munkatársakkal, meggyőződésből, a szavazópolgárok bizalmából mindez lehet, hogyha tehát valaki az egészet egyszerű munkahelyként kezeli, és jól beosztja az idejét, illetve hisz abban, amit csinál. Hát nem olyan egyszerű munkahely, ez azért ezt annak nem nevezném, ahogy maga mondta, de jó, ebben nem menjünk bele. Legkevesebb 2 alkotmánymódosításra és népszavazásra is szükség lesz az uniós csatlakozáshoz. Ezt jelentette ki a tegnapi találkozó kapcsán, ahol a szerbiai és az Európai Parlament alkotmányos kérdésekkel foglalkozó bizottságai találkoztak, és mint az Integrációs Bizottság elnök helyettese volt ezen a találkozón. Igen, tegnap Belgrádba látogatott, azaz a napokba, tegnap előtt és ma. Itt van egy 3 tagú delegáció az Európai Parlamentből, az ottani alkotmányjogi bizottság tagjai, a delegáció főnöke Schöflin úr, akiknek több találkozójuk van Belgrádban, többek között tegnap az alkotmányjogi bizottsággal, illetve az Integrációs Bizottság delegációjával találkoztak, és persze elsősorban olyan kérdéseik voltak, hogy tehát Szerbia készen áll az alkotmánymódosításra, és mikor fog ez megtörténni. Én a válaszomban, és ezt hozta le, látom a sajtó, tehát arra tértem ki, hogy Szerbia előtt teljesen világos, mert hogy tudjuk a feladatainkat, az integrációból adódó feladatainkat, hogy az elkövetkező időszakban legalább 2-szer fog módosulni az alkotmány. Tehát először, mivel a 23-as tárgyalási fejezet megnyitásának egyik föltétele, az volt, hogy készüljön el egy akcióterv, és az akcióterv eleme, hogy még idén, tehát 2017 végéig módosul az alkotmány, elsősorban az igazságügyi reformra vonatkozó része, valamint a nemzeti kisebbségekre, illetve azok jogainak megvédésére vonatkozó rész, és valamikor jó néhány év múlva, ezt nem tudjuk fölmérni, hogy mikor leszünk lassacskán a folyamat végén, minimum még egyszer módosul az alkotmány, de ezek ilyen megszokott kérdések szoktak lenni, tehát az első az szerbiai specifikum, és annak minél előbb meg kell történnie, a második csomagba tartozó módosítások viszont érintették a többi tagállamot is, amikor ilyen fázisban voltak, mint mi, és mielőtt lezárulna a folyamat, tehát mielőtt teljes jogú tagja lennénk az Európai Uniónak, népszavazásra is sor fog kerülni valószínű. Persze nem tudjuk, hogy ez mikor lesz, de ez mielőtt teljesen világos. És az lenne fontos, hogy be is tartsuk ezeket a határidőket. A fél év az rövid idő, most azt mondta, hogy az év végéig, és hogyha még választások is lesznek, akkor ezt hogy fogjuk besűríteni ebbe a fél évbe? Vagy hol tart egyáltalán ez az ügy? Hát igen, pontosan a válaszom második részében arra is kitértem, hogy sajnos attól függetlenül, tehát hogy Szerbia magára vállalt ezt a feladatot, és a határidő 2017 vége, az is világos, hogy azért csúszásban vagyunk, tehát egyrészt a tavalyi parlamenti választások, másrésztől az idei elnökválasztás és a netán esedékes még újabb előrehozott parlamenti választás miatt csúszásban vagyunk, de az a fontos, hogy az ország stratégiai elképzelése, célja az Európai Unió, és én örülök, hogy az igazságügyi minisztérium részéről is vannak olyan jelzések, tehát, hogy készülnek az alkotmánymódosításra, vagy meg fog gyorsulni a folyamat, vagy egy picit csúszni fogunk, de ha alkotmánymódosításról beszélünk, tehát az a fontos, hogy minél szélesebb körű, inkluzívabb legyen a folyamat, tehát hogy valóban mindenkit bekapcsoljunk. De ez még nem történt meg, legalábbis én úgy látom.
Vagy? Hát nem, az előző parlamenti ciklusban fölállt egy munkacsoport, és nagyon jó elképzelés volt, hogy a különböző, elsősorban a különböző parlamenti pártok, a legkisebbtől a legnagyobbig, majd a parlamenten kívüli pártok, civilek, szakértők elmondják a véleményüket, hogy a tehát alkotmánymódosításról is, illetve más törvényekről, akár a választási rendszerről is. Ez a munkacsoport néhányszor ülésezett, mondjuk a VMS elmondta, vagy a legkisebbektől indultak a meglátásait, és körülbelül a legnagyobb frakciók jutottak, és azóta nem történt semmi. De mondom, remélem, hogy most, amikor újra újabb kormányunk lesz, illetve új kormányfő, tehát a parlament intenzívebben kezd dolgozni, valószínűleg fölgyorsulnak a folyamatok, ha csak nem lesznek újabb választások, de ezért pozitív, hogy az igazságügyi miniszter asszony is lenyilatkozta, hogy tehát pontosan világosak a feladatok, és ezen dolgoznak. Én rákérdeztem a tegnapi delegációra, hogy mikor találkoznak az igazságügyi miniszter asszonnyal, azt mondták, hogy ma délelőtt, úgyhogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ugyanis Szerbiát komoly kritikák érték az igazságügy reform kérdései kapcsán különböző jelentésekben. És ami az alkotmánymódosítást illeti a VMS, mert hogy akkor a VMS-nek már vannak prioritásai, amit szerette látni ebben az új alkotmányban, melyek egészen röviden? Hát egészen röviden, amint azt megfogalmaztuk választási programunkban is, az alkotmánymódosítást illetően, tehát a mi számunkra rendkívül fontos a vajdaság pénzeléséről szóló törvény, a vajdaság hatásköreiről szóló törvény, hogy amennyiben csak lehet a helyi közösségek minél nagyobb ingerenciával rendelkezzenek, valamint persze a kisebbségekre vonatkozó rész, tehát hogy határozzuk meg, hogy például a nemzeti tanácsokról szóló törvény, vagy tehát a kisebbségi kerettörvény, ezek nagyobb horderejűek legyenek, mint a szektorális törvények, mert folyamatosan abban a problémában kerülünk, hogy azt kérdezik tőlünk, hogy akkor mit, mivel kell összehangolni, és sajnos ezek a törvények nincsenek összehangolva, és akkor tehát világos lenne, hogy a nemzeti tanácsokról szóló törvény a felsőbbrendű. Tehát ilyen is hasonló témákról beszélt Pásztor Bálint, hát lassan szerintem már másfél éve, amikor ez napirenden volt az említett munkacsoport ülésén. Jó, tehát azt nem tudjuk előrelátni, hogy mikor is találkozik ez a munkacsoport, vagy hol folytatódik, hát meglátjuk. Tehát egyértelmű, hogy azért csúszás lesz sajnos ebben a vonatkozásban. Brüsszelben estére találkoznak a nyugat-balkáni országok képviselői Federica Mogherini uniós főképviselő meghívására, hogy csillapodjanak a kedélyek, köztük Belgrád és Pristina viszonyának megromlása is bizonyára terítékre kerül. Ez viszont az uniós csatlakozás egyik fő feltétele. Mire számíthatunk? Hát, mint ismeretes, valóban az egyik fő feltétele az uniós csatlakozásnak Belgrád és Pristina közötti viszony normalizációja, és ezért fontosak ezek a Belgrád és Pristina közötti megbeszélések, a kormányfők vagy az államfők, melyeken főleg tehát Mogherini asszony moderál. Sajnos a legutóbbi ilyen találkozó olyanra sikeredett, amilyenre, tehát végül hivatalos munkavacsora nem is volt, csak lefényképezkedtek, és nem közeledtek az álláspontok. Tehát ezek igen bonyolult és nehéz beszélgetések, de fontos, hogy az állam, tehát a jelenlegi kormányfő, illetve jövendőbeli államfő és Szerbia részéről, tehát megvan a jó akarat is világos előttünk, hogy amennyiben ezen a téren nem történik előrehaladás, akkor nehezen nyílnak majd meg újabb tárgyalási fejezetek, és haladunk ezen az úton az unió felé. Ezért fontos ez a mai találkozó is, mint tudjuk, tehát nem csak a Belgrád-Pristina közötti párbeszéd normalizáció, viszony normalizáció, hanem az egész régión belüli együttműködés, illetve jobb viszony, béke, tehát ez is föltétele az uniónak, és ezt főleg a nagyobb, fontosabb, ha lehet, hogy nem a legjobb megfogalmazás, de úgy fogalmazhatok, hogy megmondható tagállamok, mint Németország és mások, tehát ezt nagy figyelemmel kísérik, ezért fontos, és a Nyugat-Balkánt is egyesek szinte így közösen kezelik, viszont láthatjuk, hogy mi történik például Macedóniában, hogy a szerb-horvát viszony is tehát jobb lehetne, ezért fontos az ilyen találkozó, és biztos vagyok benne, hogy Mogherini asszony azért is indítványozta, úgyhogy hát reményeim szerint pozitív lépés lesz, hogy Szerbia öt képviselteti magát, persze azt senki se tudja megjósolni, hogy mi lesz az eredmény, de fontos,
hogy a tárgyalások folytatódjanak. Persze tudjuk, hogy a Belgrád Pristinát illetően ez a koszovói választásoktól függ, és a konkrét párbeszéd, tehát a meghatározott feladatok orvoslása, álláspontok közelítése, ez nyilván csak a koszovói választások után fog megtörténni. A 35-ből Szerbia eddig 8 uniós tárgyalási fejezetet nyitott meg, 2 zárt le. Januárban olvashattuk a hírt, hogy Szerbia az idén 13 újabb uniós csatlakozási fejezetet nyithat meg. Hát ez ugye egy igen optimista kijelentés volt Michael Davenport részéről, aki az Unió belgrádi delegációjának akkori vezetője volt. Viszont január óta 2 nyílt meg, egy megnyílt és le is zárult, és jelenleg pedig 3 fejezet vár megnyitásra. Brüsszelben ez messze van a 13-tól. Szerbia készíti elő lassan a fejezeteket, vagy pedig itt a Brexit és egyéb uniót sújtó gondok okozzák a lassulást? Ez egy igen összetett kérdés, és én ezért nem szeretek konkrét számokról beszélni. Most megpróbálom ezt úgy bemutatni, hogy talán picit közelebb kerüljön az egész folyamat a kedves hallgatókhoz. Tehát maga a tárgyalási folyamat az unió joganyagának, annak átvételezési üteméről szól, és ez ilyen 170 ezer oldalnyi joganyag, ami 35 tárgyalási fejezetben van csoportosítva témánként. Az tény, hogy nehezen kezdődött meg ez a folyamat, és az igaz, hogy az első tárgyalási fejezetek csak 2015. decemberében nyíltak meg, tehát ez az első 2, és itt is, tehát a legnagyobb hangsúly a 35-ösre, fektetik, ami egyébként egyéb kérdésekről szól, persze Szerbia esetében itt van a koszovói kérdés, illetve a másik a pénzügyi felügyelet, tehát egy inkább technikai pénzügyi fejezet volt. Aztán 2016-ban, illetve idén 2017 elején, tehát ezt összeadjuk, valóban összesen 8 fejezet nyílt meg, tehát a 23-as, 24-es, ezek voltak a fontosak, és közben ideiglenesen le is zárult, tehát a tudomány és kutatás, illetve oktatás és kultúrára vonatkozó fejezet. Persze itt is voltak pici csúszások, de nagyon fontos, hogy közben a közbeszerzésről, illetve a vállalkozási és iparpolitikáról szóló fejezetek is megnyíltak, tehát hogy már egy ilyen gazdasági szférával is kezdtünk foglalkozni. Tehát Szerbia, illetve a tárgyalási csoport valóban komolyan dolgozik, tehát nagyon sok ember, csak minden egyes lépést, tehát egy-egy tárgyalási pozíció platform elkészítését megtárgyalják Brüsszellel. Brüsszelből, tehát nem hivatalosan olyan információkat is kapunk, hogy túl sokat kérdeznek a szerbek, de valóban mindent leszeretnének ellenőrizni az utolsó pillanatig, viszont Brüsszelben nincs mindig kapacitás, hogy időben válaszoljanak. Miután elkészül a tárgyalási fejezet, pozíció, azt a szerbiai kormány elfogadja, aztán az integrációs bizottsága központi szereplő, tehát a Szerbiai Parlament Európai Integrációs Bizottsága, mi beszólítjuk a civil szférát, szakembereket témánként, velük megtárgyaljuk a pozíciót, amennyiben más meglátásaik vannak, módosítanának valamit, mi ezt megtárgyaljuk, és mi még módosíthatunk a szövegen, és aztán fogadja el végül a kormány, és megy Brüsszelbe. Tehát ez egy elég bonyolult folyamat. Igaz, hogy többet ígértek idénre. Ja, közben azt is tudni kell, tehát, hogy fél évenként más-más ország elnököl, persze a Brexit, a terrorizmus, a migráns kérdés és más miatt az Európai Unió elég sok problémával küszködik, illetve idén nagyon sok helyen, tehát Franciaországban láttuk, hogy választások voltak, illetve még készülnek a szeptemberi németországi választásokra. De tudtuk, hogy tehát Málta egy kis tagállam, mert hogy most még a máltai elnökségről beszélünk, ők igyekezni fognak arra, hogy a bővítési folyamat tehát továbbra is napirenden legyen. Ezért fontos, hogy a máltai elnökség alatt tehát megnyílt még 2 fejezet az év elején. És tehát a lehetőségek az év eleje, az első fél év vége, illetve a második fél év eleje és vége. Tehát ilyenkor szoktak fejezetek megnyílni, úgyhogy abban reménykedünk, hogy még június vége előtt, tehát mielőtt befejeződne a máltai elnökség, Szerbia még 3 újabb tárgyalási pozíciót küldött el Brüsszelbe, a Vámunióról szólót, a szellemi tulajdon törvényi szabályozására vonatkozót, illetve
külkapcsolatok, vagy én ezt inkább külgazdasági kapcsolatoknak nevezném, tehát ezt a három pozíciót, igaz, hogy többet terveztünk, de mivel Brüsszelből... Ennyivel készültünk el, ez azt jelenti. Ez a három kész, de az is igaz, hogy az utolsó elég későn küldtük el, úgyhogy én személy szerint, mondom, nem szeretek jóslatokba bocsátkozni, de én úgy gondolom, hogy ebből a háromból kettő fog megnyílni. Tehát a vámunió és a szellemi tulajdonra vonatkozó ott van már egy ideje Brüsszelben, ugyanis az a probléma, hogy tehát a mi tárgyalás, Szerbia az Európai Bizottsággal tárgyal. És igaz, hogy az Európai Bizottsággal a legapróbb részletekig, és ezek a pozíciók már, tehát olyan jó szöveg, minden le van tárgyalva, hogy tehát ezzel nem lesz nagyobb probléma, de a tagállamok ezeket a szövegeket az utolsó pillanatban látják. Tehát már miután mit hivatalosan elfogad. És nekik kell rábólintaniuk mindegyiknek. Pontosan, és nagyon nehéz, néha nincs fizikailag idő 2-3 hét alatt 28 tagállamtól zöld fényt kapni, főleg ha ott választások vannak, vagy nincs kormány. Most például azt hallottam nem hivatalosan, hogy a 29-esre, tehát a vámunióra és a 7-esre a szellemi tulajdonra vonatkozóra meg lesz, de viszont mivel későn küldtük ezt a 30-ast, küldte Szerbia a külkapcsolatokra vonatkozót, nem biztos, hogy Angliától meg lesz a zöld, tehát Nagy-Britanniától meg lesz a zöld fény, nem azért, mert valami problémájuk van, hanem egyszerűen ott sincs jelenleg kormány, tehát választások lesznek. Igen. Egyszerűen nem sikerül mindenkinek időben, főleg így, hogy mi az utolsó pillanatba küldenénk. Azt is el kell mondani, hogy még két tárgyalási pozíció megérkezett. Igaz, hogy egy hónappal ezelőtt mondták, hogy meg lesz, de talán Brüsszelben most jött meg a jóváhagyása, társasági jogra vonatkozó a 6-os tárgyalási pozíció, illetve a pénzügyi és költségvetési rendelkezésekre vonatkozó 33-as, tehát ezek is már parlamenti eljárásban vannak, most érkeztek meg a napokban. Hivatalosan, hát maximum egy hetünk van ahhoz, hogy a megfelelő szakbizottságok ülésezzenek, tehát ők megtárgyalják ezeket a pozíciókat, aztán mi beszólítsuk a civileket, mármint az Integrációs Bizottságnak valamikor a jövő héten lesz két ülése, majd külön két külön terület, tehát a meghatározott területtel foglalkozó civil szervezetek, szakemberek, egyetemi tanárok, ők jönnek be parlamentbe, megtárgyaljuk velük ezt a szöveget, néhány nap múlva viszont bizottságülésünk lesz, amelyen elfogadjuk, tehát még módosíthatunk rajta, és aztán, tehát legkésőbb egy két hét múlva ki lesz küldve Brüsszelbe. Biztos, hogy arra számít Szerbia, hogyha most, tehát a máltai elnökség végén megnyílna mondjuk a 29-es és a 7-es, ami reális, hogy az észt elnökség eleje, tehát valahol ott júliusban talán megnyíljon ez a 30-as, amit már küldtünk, illetve ez a másik kettő minél előbb. Tehát jó lenne tartani ezt a tempót, hogy most 6-7-8 évente elége, biztos, hogy nem, mert az volt az eredeti terv, hogy sokkal gyorsabb ütemben fog ez menni. Igen, itt van 13-ról volt szó egy év alatt, ugye? Hát én azt hiszem, hogy az csak a Davenport nyilatkozta, de voltak ilyen számok, hogy 9, 8, 10, de tehát az a fontos, hogy nagyon sokan dolgoznak komolyan ezeken a területeken, és már amikor ebbe a fázisba kerülünk, ezek valóban nagyon jó szövegek is Szerbia, tehát konkrétan magára vállal bizonyos feladatokat. Igaz, hogy különböző területeken azt nézik, hogy annál ügyesebb a tárgyaló fél, tehát az ország, hogy minél jobb kibúvókat, úgynevezett tranzitperiódust tehát kér magának, mert hogy az uniós joganyag összehangolásáról szól a történet, de meghatározott periódusra, tehát úgynevezett átmeneti tranzit időszak, hogy nem kell ezt azonnal. Uh-huh. Most ezek a területek olyanok, a vámunió, illetve mondom ez a szellemi tulajdon törvényi szabályozása, ezeken a területeken mi jól állunk. Tehát már megtörténtek bizonyos összehangolások, úgyhogy itt nem kértünk átmeneti időszakot, mert nagy mértékben össze vannak hangolva törvények, de akkor is Szerbia magára vállalta, hogy 2018 végéig, nem tudom én, módosulnak különböző törvények itt a szellemi tulajdon védelmét illetően, és lehet, hogy a törvényi keret, a törvényi szabályozás jól áll, tehát az összehangolás, de... Csak a gyakorlatban van a probléma. De pontosan, tehát nekünk az implementációval, a törvények alkalmazásával is foglalkoznunk kell, és valóban a szellemi tulajdon bíróság előtti védelmét biztosítani.
A Brüsszelben lévő megnyitásra váró, ugye említettük, hogy három fejezet talán június végéig, újabb kettő csatlakozási fejezet is megnyílhat, és említette, hogy ez a szellemi tulajdon és a vámunióról szól. Szerbia a napokban hozta meg az Oroszországgal és Kínával folytatott együttműködést koordináló nemzeti tanács megalakításáról szóló határozatát. Mellékesen ugye tudjuk, hogy Tomislav Nikolić leköszönő államfő vezeti majd ezt. Ez hogy egyeztethető össze az unióval való fejezett tartalmával? Erre hogy reagálnak? Ez a konkrét kérdés szerintem inkább a harmadik, mármint a 30-as külgazdasági kapcsolatokról szóló fejezethez kapcsolható, tehát ezt a tárgyalási pozíciót nem olyan régen, néhány hete. De hát ez az, ami ott van szintén, úgyhogy... Igen, ezt elküldtük Brüsszelbe, de ez pontosan arról szól, tehát a külgazdasági kapcsolatok, közös kereskedelmi politika van a központban, a közös piac, de ugyanakkor, tehát ez a pozíció szabályozza az úgynevezett harmadik országokkal megkötött egyezményeket. Tehát Szerbiának... Humanitárius segít, mondjuk azt is, ugye? Igen, tehát ilyen különböző fejlesztési együttműködéseket, különböző fejlesztések terén, tehát tudjuk, hogy ez most nagyon modern és nagyon fontos, az úgynevezett fenntartható fejlődés, valamint humanitárius segély, tehát Szerbia nagyon sokáig, még ma is inkább olyan ország volt, amely humanitárius segélyt kapott, előbb-utóbb, tehát segélyt nyújtó adó ország lesz. De mondom, a legnagyobb probléma az úgynevezett harmadik országokkal megkötött egyezmények, és Szerbiának jelenleg, tehát Oroszország... Itt van ez a legújabb. Oroszország, Fehér Oroszország, Kazaksztán, tehát nekünk ilyen országokkal vannak megkötött egyezményeink, de ez összeegyeztethető, tehát mindaddig, míg nem leszünk teljes jogú tagjai az uniónak. Tehát továbbra is az a fontos, hogy a szerb kormánynak, illetve Szerbiának a stratégia elképzelése az uniós, és, tehát az unió felé vezető út, de ugyanakkor hát az Oroszországgal fönntartható viszony is még mindig egy opció, de tehát ennél a fejezetnél ez nem akkora probléma. Nagyobb probléma lesz majd annál, amely arról szól, hogy Szerbiának teljesen össze kell hangolnia a külpolitikáját az unióéval, és erre hát akkor része... ezek szerint itt is ennél a 30-asnál, amire számítunk, hogy majd esetleg a júliusban megnyílik, nehézségekbe ütközhetünk, vagy egyáltalán most ez szóba került a tegnapi? Tegnap ez egy másfajta találkozó volt. Én kíváncsi vagyok, hogy az észt elnökség, tehát hogy az észtek mit gondolnak erről, de én úgy gondolom, hogy nem lesznek tehát nagyobb problémák a 30-as fejezet megnyitásánál. A 31-esnél vagyunk ott, mivel Szerbia nem hajlandó bevezetni szankciókat, tehát Oroszország ellen, és nyilván fokozatosan fogja összehangolni a külpolitikáját az unióéval, nem azonnal, úgyhogy ezt a fejezetet nyilván sokkal később fogjuk megnyitni, vagy majd meglátjuk, hogy ez hogy halad, de a külkapcsolatok, már gazdasági kapcsolatok terén szerintem nem lesz probléma. Maradjunk még az uniós felzárkózási fejezeteknél. A 35-ös, ugye a Koszovóval való viszony mellett a 23-as és a 24-es fejezetbe foglalt elvárások teljesítése kulcsfontosságú. A vajdasági magyarokat különösen a 23-as fejezet, ugye az Alapvető Jogok című alfejezete érinti, amelynek szerves része a nemzeti kisebbségek helyzete. Ennek megvalósítására akcióterv is készült, a folyamat részeként elkészítendő beszámolókban a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása, ugye ezt már említettük az előbb, és az oktatás témája áll. A Transzparens Szerbia felhívta a figyelmet arra, hogy az akcióterv intézkedései még abban az esetben sem, ha 2018-ig teljes egészében megvalósulnának, eredményeznék a változások szükséges mértékét, mivel nincsenek eléggé ambiciózus módon elkészítve. Hogyan kommentálja ezt? A 23-as, illetve a 24-es tárgyalási fejezetre vonatkozó akciótervek már jó régen készültek, amint az elhangzott, tehát a mi szemszögünkből, a vajdasági magyarság, illetve a kisebbségi szemszögből fontos, hogy először, tehát ez ilyen precedens értékű volt, hogy külön kisebbségi akcióterv is készült. Az tény,
hogy ennek az alkalmazása, tehát a határidők betartása terén nem állunk valami jól, mármint Szerbia nem áll valami jól, csúszás van már az említett különböző választások miatt, de az a fontos, hogy a háttérmunka, tehát ami a kormány feladata, különböző dokumentumok meghozatala, tehát kormány határozatok és mások, ez megtörtént. A törvények módosítása, illetve új törvények meghozatala terén késünk, mert hogy nem volt parlamenti ülés, de ugyanakkor fontos elmondani, hogy például a nemzeti tanácsok módosításáról szóló törvény készült, tehát munkacsoport fölállt, üléseznek, igaz, hogy ez is lassan halad, de a kisebbségi kerettörvény az már szinte kész, tehát a szöveg el lett küldve Brüsszelbe, és azt hiszem, hogy lassan vagy megjött a válasz, vagy most fog megjönni a jóváhagyás. És én remélem, tehát ezt persze senki se tudja, illetve az oktatási törvénycsomag is szinte kész, tehát az oktatási minisztérium ezt befejezte. Én remélem, hogy valamikor, és az előrejelzések szerint július-augusztusban ülésezni fog a szerbiai képviselőház, és mi meg tudjuk hozni ezeket a törvényeket, tehát lesz sok munka a nyáron. Ami, tehát az említett szervezetet illeti, ők, tehát elsősorban tudtommal a 24-esre vonatkozó, illetve a legnagyobb kritikák arra vonatkoznak, tehát a korrupció, illetve a jogállamiság föltételeinek biztosítása terén kap Szerbia sűrűn negatív osztályzatokat. Hát komolyabban kellene betartani a vállalt feladatokat, és biztos, hogy előbb-utóbb módosulni fognak picit az akciótervek is. Tehát egyszerűen az idő, a körülmények miatt határidőket, illetve tehát konkrét feladatokat persze nem fognak csökkenni Szerbia feladatai, ugyanis ezeket magára vállalta, de valami módon tehát át kellene nézni az akcióterveket, és hát mint ismeretes, szinte negyed évenként, hivatalosan fél évenként készülnek ezek a beszámolók, hogy teljesítünk, és teljesen világos mindenki számára, hogy az említett 35-ös, tehát a Koszovóval való viszony normalizáció mellett a 23-astól és a 24-estől függ minden. Tehát ha egy pillanatban Németország vagy a többi tagállam közül bármelyik úgy méri föl, hogy nem teljesítünk, és ez nem elegendő, akkor teljesen le fog lassulni a folyamat, és nem lesz újabb fejezetnyitás. Addig még van újabb fejezetnyitás és látható előrehaladás, ez azt jelenti, tehát, hogy a tagállamok többsége úgy mérte föl, hogy Szerbia teljesít, és hogy látják a reformokat, a befektetett munkát, de ezért lenne jó, mondom, konkrét törvényeket is módosítani még a nyáron. Igen, és akkor itt megemlíthetjük azt, hogy a horvát kormány ugye bizottságot hozott létre a 23-as és 24-es fejezetekkel kapcsolatos átmeneti mércék megvalósításának figyelemmel kísérésére, és ugye többek között ez a bizottság feladata közé tartozik az is, hogy figyeli, hogy Szerbia létrehozza a nemzeti kisebbségi jogok törvényhozási kereteit. Tehát azért más is figyel, nem csak a nagyországok, különösen itt a szomszédokra gondolunk. Ugye Horvátország volt az egyik kerékkötője ott az oktatási tematikájú. Igen, én a fejezet megnyitásakor. Én többször említettem itt a nagy országokat, de ismeretes, hogy amikor a kisebbségi jogokról beszélünk, tehát általában a szomszédos országok, nem csak Horvátország, hanem Románia, Bulgária, tehát ezek azok, melyek ott is kerékkötők, ahol nem kellene. Tehát van egy tárgyalási fejezet, amely az információkról szól, de ezek ilyen technikai dolgok, és ők ott is a kisebbségi nyelven sugárzó médiumok, tehát a kisebbségi tájékoztatás miatt problémáznak, még azt hiszem, hogy a screening jelentése került vissza, de ezért fontos, hogy ilyen bilaterális találkozók alkalmával valóban meggyőzzük ezeket a tagállamokat, hogy Szerbia számára ez nagyon fontos, tehát ez a kérdés, és hogy a külön kisebbségi akciótervben szabályozva vannak a különböző területek, tehát nem csak az oktatás, illetve a nemzeti tanácsokra vonatkozó rész, hanem a részarányos foglalkoztatás, tájékoztatás, kultúra, tehát 11 fejezet van. A horvátok azért voltak kerékkötők közben, vagy úgy tűnt, mert amint említettem, tehát a bizottsággal meg volt beszélve, hogy az oktatás és kultúrára vonatkozó tárgyalási pozícióban nem kell külön kitérni a kisebbségi oktatásra, ugyanis... Hát majd egy másik... Hát nem, egy mondattal vissza lett utalva a 23-asra, illetve a külön kisebbségi akciótervet, tehát egy bekezdéssel,
viszont ők ezt nem fogadták el, tehát ők azt kérték, hogy ez ne így legyen, és aztán a bizottság utolsó pillanatban, tehát persze kicsit késve is, meggyőzte őket, úgyhogy Horvátország ezért adott zöld fényt, és ezért lehetett megnyitni a fejezetet. De valójában a bizottság feladata, tehát amennyiben Szerbiával letárgyalja, hogy ez így rendben van, hogy meggyőzze a tagállamokat is. De aztán a horvátok azt mondták, hogy hát ők nem szeretnének nagy kerékkötők lenni, ők is arra hivatkoztak, hogy nem volt elegendő idejük, mert Szerbia valóban ezeket a pozíciókat is az előző év második felében tehát késve küldte ki, és ezért nem tudtak zöld fényt adni, viszont az év elején, tehát mint tudjuk, megnyitottuk ezt a fejezetet is, és ideiglenesen ez le is zárult. Igen. Akkor most egy más témára evezzünk át. Kovács Elvirát, a VMS alelnökét, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése szerbiai delegációjának tagját Strasbourgban megválasztották a közgyűlés kisebbségi jogi albizottsága alelnökének, ez az év elején történt. Az albizottság alelnökeként pedig alkalma lesz arra, hogy hozzájáruljon a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséhez, valamint a kisebbségek védelméért szolgáló keretegyezmény tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez, ezáltal abban a nyilatkozatban, ami akkor megjelent, ugyanakkor megválasztották az esélyegyenlőségi és diszkrimináció ellenes bizottság jelentéstevőjének is. A jelentés témája a terjedő gyűlöletbeszéd és a politikusok szerepe a gyűlöletbeszéd elleni harcban. 2 évig, most már ugye 1,5 évig fog dolgozni a jelentésen, amelyet a közgyűlés a plenáris ülésen meg fog tárgyalni. Ezzel cseng össze a hír, mellyel műsorunkban is foglalkozunk még, hogy Szerbiára vonatkozóan az Európa Tanács rasszizmus és intolerancia elleni szakértői bizottsága jelentésében megállapítja, hogy a gyűlöletbeszéd az országban a 90-es évek háborúinak időszakát idézi, jelen van a rasszizmus, a romákat, valamint a homo és transznemű közösséget érő erőszak. Ezeket a jelenségeket, mint az a személy, akinek erről jelentést kell tennie, hogyan kommentálja, hogyan látja. Mit fog a jelentésben írni? Hát arról még konkrétan nem beszélhetek, hogy a jelentés hogy fog kinézni, ugyanis a legutóbbi bizottsággyűlésünk most volt néhány napja, tehát a múlt héten, amikor megbeszéltük, mert hogy évközben egy-két napos bizottsági üléseink vannak, de ezen a bizottsági ülésen, hát jó magam kérésére is, külön a kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény alkalmazásáról beszéltünk, ugyanis a több jelentés készül a bizottságon belül, ez az egyik, és tehát mivel korábban választották meg és a jelentéstevőt. És kikire vonatkozóan? Hát a jelentéstevő román, és az volt a probléma, hogy ő először csak azokkal a tagállamokkal akart foglalkozni, amelyek még nem ratifikálták ezt a keretegyezményt, hogy miért nem, jó magam, illetve más magyar, elsősorban magyar képviselők kérésére kibővítették a jelentés fókuszát, hogy ne csak azokkal a tagállamokkal foglalkozzunk, mert mindössze azt hiszem 4 van, aki nem ratifikálta, illetve van olyan, akik aláírták, de még nem ratifikáltak, összesen a 47-ből csak 7 tagállammal foglalkoznánk, inkább azzal, hogy mi történik azokkal, akik ratifikálták, mondjuk mi, tehát Szerbia is, illetve Jugoszlávia, még tehát a 90-es években, hogy történt, tehát milyen az alkalmazás, hogy néz ki a terepen, tehát nem elég ratifikálni egy keretegyezményt, valóban módosulnak-e a törvények, és hogy néz ki ezeknek az alkalmazásuk, melyek az akadályok, tehát tetszett a bizottsági tagoknak, illetve egy magyar képviselő azt is javasolta, hogy emeljünk ki néhány pozitív példát, úgyhogy mondom, a legutóbbi bizottsággyűlésen ezzel foglalkoztunk, de azt beszéltük meg az én jelentésemet illetően, hogy legközelebb, tehát június végére elkészül az úgynevezett introductory memorandum, tehát egy bevezető szöveg, egy vázlat, hogy külön mely területekkel fogunk foglalkozni, mert az ECRI, tehát az említett rasszizmus és intolerancia szakbizottság, tehát ez egy a végrehajtó, tehát az Európa Tanács végrehajtó hatalmának, ha fogalmazhatok így, az egyik szakbizottsága, nem az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének, tehát mi ott is parlamenti képviselők vagyunk, nekünk, tehát ez a mi bizottságunk, illetve volt egy, vagyis van egy hálónk, az úgynevezett No Hate, tehát a gyűlölet elleni parlamenti háló, tehát annak az eddigi munkáját figyelembe véve, illetve az ECRI, mert tehát magának a jelentésnek a címében az is benne van, hogy az ECRI recommendation, tehát az ECRI javaslatait is figyelembe véve pont ennek a bizottságnak, amit itt említettem. Vizsgáljuk meg a helyzetet, úgyhogy beszéltünk mi röviden a bizottság szakmunkatársaival
arról a jelentésről, ami megjelent a napokban Szerbiát illetően. Tehát mi általánosságban fogunk foglalkozni az össztagállammal, és kiemeljük, tehát hogy melyek azok a csoportok, főleg romák, kisebbségiek és mások, amelyek ellen, hát hogy mennyire veszélyes az ellenük fölmerülő gyűlöletbeszéd, de egyelőre nem beszéltünk arról, tehát hogy most negatív példákat kiemelünk, de szerintem a konkrét javaslataink lesznek fontosak, illetve ennek a szakbizottságnak a javaslatainak a betartása, tehát hogy hogyan tovább. És akkor hogy látja, van gyűlöletbeszéd Szerbiában, vagy nincs, vagy mi van a többi kritikával? Hogy is mondjam, tehát én olvastam ezt a jelentést, a jelentést nagyon objektív, tehát egyesek szerint túl kritikus, kritika is, meg hát kemény, de reális, mert konkrét példákat hoz föl. Hát az, hogy most az újságban úgy mutatták be, hogy nem tudom én a 90-es évekhez hasonló retorikához hasonlították, tehát nem lehet párhuzamot vonni. Persze mindenkinek oda kellene figyelnie, hogy nem szabad diszkriminálni, megkülönböztetni semmilyen csoportot sem. De ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy például az Európai Unió vagy más európai intézmények dicsérik Szerbiát, mert azt mondják, hogy homofób az ország, viszont dicsérik, mert tehát az elmúlt időszakban azért pozitív lépések is történtek, és az LGBT társadalom különböző képviselői is elégedettek, hogy büszkeség fölvonulás volt Belgrádban, tehát hogy különböző dolgok azért pozitív irányban is haladnak, de persze nagyon sok olyan egyén, illetve negatív példa is van, amely elgondolkodtató. De foglalkozni fog Szerbiával ez a jelentés? A jelentés valószínű, tehát mondom, még én nem beszélhetek erről, mert nem beszéltük meg, tehát a bizottság még nem foglalt állást ennek kapcsán. Remélem, hogy eljutunk oda június végén a legközelebbi bizottságülésen, hogy az introductory memorandum alapján meghatározzuk a fókuszt, de általában, tehát maga a jelentés, az a néhány oldalnyi szöveg, az általános szokott lenni, és minden tagállamra vonatkozik. Biztos vagyok benne, hogy az úgynevezett explanatory memorandumban, tehát ami sokkal bővebb és hosszabb, ott külön kiemelünk, nem lehet minden 47 tagállamot, de néhányat, és biztos, hogy Szerbia is benne lesz. De ezt azért nem egyedül írja, van egy csapat, aki persze, azért a segítségére persze. Van, föltételezem, csak aki prezentálja és aki koordinálja az igen, maga. Tehát jó, engem neveztek ki jelentéstevőnek, tehát az én nevem alatt fut a jelentés, és 2018... És akkor állni a kell mögötte, gondolom. 2018 szóval végén vállalni. Lesz szerintem a plenárison bemutatva a jelentés, de egy tehát tapasztalt szakbizottság van mögöttem, akik dolgoznak ezen, és a bizottság minden egyes tagja hozzászólhat, küldhet javaslatokat, úgyhogy ezért mondom, hogy fontos, mert még bizottságülésen, tehát hivatalosan nem beszéltünk róla, hogy kikérjük a bizottság többi tagjának véleményét is, hogy mely irányba haladjunk. Hát és akkor a végére talán könnyedebbnek mondható kérdés, amivel valahol kezdtük is a beszélgetést, amikor felsoroltam ezt a sok tisztséget, és most egy újabb feladatról is szólt az imént, erről a jelentésről is. Ugye nő, aki politizál és a közéletben is szerepet vállal. Szerintem Szerbiában ez igenis egy kirívó és egy ritka eset, mert hogy rendben van, hogy talán itt vannak a jogszabályok, de azért gyakorlatban ez nem egészen így működik, vagy hogyan érzékeli ezt? Mennyire vagyunk egyen jogúak? Hát most azt olvastam, hogy valójában nem is lehetünk teljesen egyenjogúak, mert hogy mások vagyunk. Persze ezt többször elmondtuk, hogy a törvényhozás területén nagyon nagy előrelépések történtek 2010-11-től, és tehát láthatóan most már ott lehetünk a parlamentben. Jó, igen, rendben van, mert hogy a törvény szabályozza, hogy minden harmadik a igen. listán nő kell, hogy legyen, de ez még azért utána most a parlamenti jelenlét, főszólalás és egyéb történések alkalmával nem így tükröződik. Én azt tapasztalom, hogy aktívak a parlamenti képviselőnők, és nagyon érdekes, például kérdéseket tesznek föl, másmilyenek a felszólalásaik, a szerepléseik, mint amikor a férfiak csatáznak nagy politikáról, mert azt gondolják, hogy az csak az ő területük. Viszont az a probléma, hogy az igazi hatalom, tehát a végrehajtó hatalomban
Hát az államtitkárok körében talán vannak is nők, de a miniszterek között még mindig kevés a nők száma, és persze, tehát nem lehet általánosítani, a Szerbia képviselőházban 84 képviselőnő ül a 250-es parlamentben, ami nem kevés, de sok olyan is van, akik csak ott vannak, akikről nem is hallottunk, tehát nem ismerjük őket. Ezért jó a női parlamenti háló, hogy ott mindenki megtalálja a saját érdeklődési területét, azt, ami érdekli, és az, amivel szeretne foglalkozni. Szerintem még mindig nem vagyunk eléggé láthatóak, és azért jó, hogy a parlamentben vannak még ilyen nem formális testületek, zöldek, vagy nem tudom, a korrupció ellen harcol úgynevezett gopak, és ezekben a nők az aktívabbak, illetve a láthatóbbak. Lehet, hogy a férfiak azt gondolják, hogy ez nem formális, annyira nem érdekes, vagy nem fontos. Nekem az a tapasztalatom és az a véleményem, hogy mivel később kezdtük, tehát nem voltunk teljesen egyenjogúak, sokkal többet kell a nőknek dolgozniuk ahhoz, hogy hát a politikai szintéren láthatóbbak legyenek, de szerencsére... Általán partnernek. Szerencsére ez nem nehéz, szerintem. Tehát sokkal többet kell dolgozni, de a nők erre képesek, tehát hogyha megvan az akarat, és előbb-utóbb, tehát nekem mindig jó tapasztalatom volt a férfi kollégáimmal is, tehát a többiek is, a többi nő, aki talán friss és új a politikában, tehát le kell győzni ők a önmagukat először is. Tehát az önbizalmukat erősíteni kell, bátran föl kell szólalniuk, és minél többet dolgozni, és a férfiak teljesen egyenjogú partnerként fogják őket elkönyvelni, szerintem. És akkor mivel a szociális és családi családokat érintő tematikával foglalkozik a parlamentben ezzel a területtel, melyek azok a törvények, amelyek még várnak ránk? Most nemrégiben ugye meghozták a családon belüli erőszak megfékezésére vonatkozó törvényt, itt persze megint elmondhatjuk azt, hogy az alkalmazáson kell javítani, de mi az, ami még elfogadásra vár? A családon belüli erőszakról szóló külön törvény, ez egy nagy eredmény. Hivatalosan most júniustól lép majd hatályba. Ami nagyon fontos, amit nagyon várunk, viszont sajnos késik, a gyerekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény. Fontos, mert tehát a legnagyobb újítás az lesz benne, hogy lefedi ezentúl azokat is, akik mezőgazdaságból élnek. Tehát, hogy amennyiben az otthoni, tehát gazdaság a nőre van regisztrálva, úgyhogy én időben arra szeretnék mindenkit biztatni, hogy jó lenne a fiatal anyukára regisztrálni a gazdaságot, mert akkor szülési szabadságon lehet. Tehát itt teljesen leegyszerűsítve, eddig ezek láthatatlanok voltak a rendszerben. Ideális lenne, ha előbb-utóbb oda jutnánk, hogy tehát a gazdaság tagja, ne csak a hordozója is kaphasson pénzt az államtól, de még nem jutottunk oda. Ha már családpolitikáról, illetve szociálpolitikáról beszélünk, több kérdés merült föl, tehát hogy letisztázzuk, egyenlőre nincs olyan szabályzat, és nem is tudjuk, hogy mikor lehet parlamenti eljárásba, hogy három gyerek után jár a minimálbér vagy átlagfizetés. Igen, tehát ez mindig fölröppen. Ehhez a polgárjogi törvénykönyvet kell módosítani, szerintem leghamarabb valamikor jövő évben történhet meg, de még mindig nincs megegyezés, hogy ezt valóban bevezetjük-e vagy nem. A pénzügyi támogatásokat illetően szinte ennyi marad, amennyi jelenleg. Minimális lesz a különbség. Mondom, a legnagyobb újítás az, hogy a mezőgazdaságból élők is bekerülnek a rendszerbe. És ez mikor várható? Hát én nem merek jóslatokba bocsátkozni, de a baba áfa kérdéskör kapcsán ez fölmerült az év végén, az év elején többen kérdezték, mert hogy tehát a baba áfát, baba kelengyerek kirót áfát is még mindig vissza lehet igényelni, tehát szerintem június-júliusra már nem lesz meg ez a törvény, mindenkit arra biztatok, hogy a fiszkális számlákat őrizzék, a fiatal szülők. Tehát ez, talán ez lenne a legfontosabb, továbbá ami aktuális, tehát az elmúlt időszakban foglalkoztunk a mesterséges megtermékenyítéssel, és ugyanis meghoztunk egy új törvényt, ami nagyon fontos, hogy eljutottunk oda, tehát a mi kérdésünkre a VMS tett föl egy kérdést a parlamentbe, tavaly októberben kitolódott a korhatár, az állam most már 3 próbálkozást pénzel, és nem 40, hanem 42 éves korig. Jó lenne ezt kitolni talán 45-re, meg jó lenne megoldani azoknak a szülők, tehát
a fiatal pároknak a problémáját, akik szeretnének szülők lenni, és férfi meddőséggel szembesülnek, mezzel nem igazán foglalkozott eddig Szerbia. Nem foglalkoztunk azokkal a szülőkkel, akiknek már van egy gyerekük, viszont szekundáris sterilitás jelent, meg nem lehet második, szeretnének. Úgyhogy hát ilyen témákkal is dolgozunk, és ezt folyamatosan napirenden fogjuk tartani a parlamentben. Így legyen, és akkor legyen ez a végszó. Kedves hallgatóink, a Hangadó Szerda című műsorunkat hallgatták. Beszélgető társam Kovács Elvira volt, a VMS alelnöke, köztársasági parlamenti képviselő, az Integrációs Bizottság elnök helyettese. Én Muci Szántó Márta vagyok. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk.